30 évvel ezelőtt nyílt meg az első kiállítás a Bátai Tájházban. A nyugdíjas klub tagjai és az iskola helytörténeti szakkörös tanulói intézték a gyűjtést, a tárgyak, ruhanemük rendbetételét és a kiállítás berendezését. Az emberek a tárlatot látva újabb és újabb holmikat adományoztak a kiállítótérbe, ezzel hozzájárulva a gyűjtemény gyarapodásához és a kiállítás gazdagodásához. Ez odáig fajult, hogy a 2000-es évek elejére már kezdte kinőni az Óvoda utcai épületet a tájház. Ekkor döntött úgy az önkormányzat, hogy egy nagyobb házat vásárol. Ez viszont lehetővé tette azt is, hogy a tárgyi anyagot szétválasszák. A halászati eszközök maradtak az Óvoda utcai épületben, és itt a főutca 86 számú épületben pedig pályázati támogatások segítségével önkormányzati saját erőből sikerült az épületet eredeti állapotába helyreállítani és itt bemutatni a paraszti munkaeszközöket. Sikeres helyreállításnak köszönhetően 2011-ben műemléki védelmet kapott a épület, a lakóépület és a hozzátartozó gazdasági épületek, pajtai stálló, présház, kocsiszín, góri épületek, illetve az épületben kiállított eredeti tárgyak védettségét célozta meg ez a műemléki védelem aláhelyezés. Itt a falunak a fölszögi részén, a 19. század második felében a visszavágást követően viszonylag jómódúvá vált gazdák építettek házakat. Ez az épület is a településre jellemző építészeti értékeket őriz. Utcára merőleges gerincű nyeregfedetős épület, egy hosszú ház. Ebből következően már több helyiségből áll, mint a egyszerű kis parasztházak, az utcai helyisége tiszta szoba, azt követi egy folytott konyha, lakószoba, egy konyha, amit télen használtak, valamint a konyhát követően a tornászai folyosó végén pedig egy nyitott kéményes, szabad kéményes konyha is található, ezt pedig nyáron használta inkább a asszonynép. A tájház önkormányzati fenntartású. A falu vezetése nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását, ezért a műemlékvédelemmel ellátott intézményt is folyamatosan rendben tartja. Múlt évben fejeződött be a tetőszerkezet felújítása, folyamatban van a gazdasági épületek renoválása, és az udvar újratéglázása is régóta terpen van. Remélik, hamarosan arra is sor kerül, hogy eredeti állapotában, teljes szépségében lehessen látni az 1887-ben készült épületet. Épület berendezéséhez a tárgyakat, mint már az elején is említettem, falu lakossága adta össze. 180-200-ra tehető azoknak a családoknak a száma, akik hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez. Mivel a tájházak közérdekű múzeális kiállító helyek, ezért gyűjtésre nem jogosultak, tehát nem egy előzetesen kialakított kiállítási terv szerint folytatódott az épület berendezése, hanem az ajándékként kapott tárgyakból épült föl, építkezett. Ezért azokat a tárgyakat láthatjuk itt, amit az emberek megőrzésre méltónak ítéltek, és nem csak egy gazdag paraszti réteget mutatnak be, hanem a mindennapi életet, a falu közösség teljes társadalmát nyomon követhetjük tulajdonképpen társadalmi rétegződést a tárgyakon keresztül, hiszen a teknővályoknak, a kosárfonóknak az eszközei, a szekkovácsoknak az alkotásai mind-mind megtalálhatók itt, és Báta helyzetéből adódóan itt nem törekedtünk a kiállítás létrehozásakor arra, hogy egy újabb sárközi tájházat
alakítson ki, annak a berendezését próbáljuk rekonstruálni. Inkább a mindennapi élet bemutatására törekedtünk. Báta sajátos helyzete, hogy a lakosság vallási hovatartozása vegyes. Református és katolikus felekezetekhez tartozók is élnek a faluban. Az 1700-as években ki akarták telepíteni a reformátusokat, hogy szintiszta katolikusok maradjanak itt, ám a falu lakói ezt nem hagyták. A 18. században, amikor a környező településekre idegen nemzetiségűek érkeztek a betelepítés során, Bátán ez nem ment végbe. Közösen fogalmaztak meg egy levelet a földesúrnak, hogy a katolikus és a református lakosság maradhasson meg egymás mellett, mert a terv az volt, hogy az itt élő reformátusok helyére katolikus németeket szeretne telepíteni a földesúr, hogy azonos vallású legyen a település. De inkább beleegyezett a két vallásfelekezet, hogy a település részek között, az alszög között, ahol a reformátusok házai vannak, reformátusok élnek, és a fölszög között, ahol a katolikusok telepedtek meg, egy-egy házat lebontottak, és ott egy ilyen mesterséges választó vonal mesdje épült ki. A 18. század elején a hadjárások következtében bizony a falu lakosságából csak kevesen maradtak, meg 6 család maradt, és később a környező baranyai falvakból, a Duna mellékéről érkeztek ide magyar katolikusok, illetve hát reformátusok is. A tájházban láthatjuk mind a két vallásfelekezethez tartozó lakosságnak a viseletét, a tárgyait, viszont maga az épület és az épület berendezése, mivel a fölszögön van, és a katolikus település részen, ezért úgy van berendezve, ahogyan egy katolikus lakóház volt annak idején. A tájház az 1880-as évektől az 1950-es évekig mutatja be azt a változást, ami a lakáskultúrában és a gazdasági eszközök fejlődésében végbe ment. A viseleteken végigkövethetjük a hétköznapi, illetve az ünnepi viseletben pedig a különböző stílusváltozásokat, tehát az 19. század végi 1880-as években hordott viseletet követi egy átalakulás a második, az első világháborúig, egy pompás népviselet kialakulása, ugyanúgy, ahogy a sárközi településeken is a visszabályozást követően szántóföldi művelés, istálozó állattartás, egy vagyongyarapodást eredményezett, és hát ez a viseletbe, a viselet kialakulásába is egy jelentős változást hozott, pompás, díszes lett. A első világháborút követően szintén van egy újabb változási hullám, kezd világosabbá válni a viselet, és a 40-es évek végéig még hordják is. Az 50-es évektől viszont már a köznapi használatból, illetve a köznapi használatból egyre inkább kezd a viselet eltűnni. Nagy ünnepeken még magára veszi a fiatalság, és később már csak a tánccsoportokon láthatjuk táncos viseletként, és megváltozva, mert akkorra már elveszíti azt a jelentését, amit korábban népviseletként közölt az emberekkel, az életkort, a családi állapotot, a gyászt jelölő viseleti darabok már a tánccsoportokon nem igazán jelennek meg. Az ünnepi viselet felső szoknyái selyem vagy bársonyanyagokból, az alsó szoknyák, vagyis a pöndők, helyben szőtt vászonanyagból készültek, és az aljára 10-12 cm-es varrott csipkét tettek. Az első világháború után a sifon anyagok jöttek divatba, melynek szélére slingel csipkét vartak.
A vászon ruha anyagokból kevesebb alsó szoknyát készítettek, kevesebbet hordtak, 2-3-at. A slingelt csipkével díszített sifon alsó szoknyákból 4-5-öt is magukra vettek, sokkal bővebb ráncolással készültek ezek az anyagok, ezzel is mutatva a jómódúságot, tehát minél több alsó szoknya volt, minél bővebb, annál inkább látszott a családnak a tehetősége, hiszen egy-egy lány öltözetére akár egy szarvasmarha árát is ráköltötte az, aki ezt megengedhette magának. Természetesen, aki nem engedhette meg, az is igyekezett lépést tartani. A lányok számára a Szent Mihály napi búcsúra azért igyekeztek szép ruhát vásárolni. A lányok is tettek ezért, eljártak részes aratni, hogy egy-egy ruhadarabot meg tudjanak vásárolni, egy nyakra való kendőt, vagy egy szoknyaanyagot. A kiállítás a mai napig folyamatosan frissül, hiszen az emberek azt szeretnék, ha méltóképpen őriznék meg nagyszüleik, dédszüleik örökségét. Helyet kapott még egy állandó kiállítás a tájház épületén belül, a bátai hímes tojásoknak. Vörös Mihályné Ivánka Teréz emléknapjára készült el a kiállítótér. Az emléknap azóta fesztivállá nőtte ki magát, és országszerte hírét vitte a Kis-Tolna megyei falunak.